Folytatódik a móka, még mindig a Kawasaki Quad Bikes játék bemutatóját látjátok. Ez a második része, az utolsó természetesen, egyben az értékeléssel. Na, kreditpontokra kitérnék. Nem úgy szerezhetünk kreditpontokat, hogy leteszünk egy vizsgát, hanem hogy megnyerünk versenyeket, mondjuk bajnokságokat, és attól függ, hogy melyik helyen végezzük, úgy kapunk bizonyos mennyiségű kreditpontot. Piros színnel kerül is írtam, hogy a jelenlegi kreditértékedet hol jelzi ki. Ez a féle pénzmag. Meg a rangodat is jelzi végül is. És hogy ez miért jó? Azért, mert hogyha elérsz egy bizonyos kredit határt, akkor választhatsz új járművet. Nem értem, hogy miért van csak 4 darab, de mindegy. Hát akkor választhatod a másik kettőt. Aztán rögtön ki is próbálhatjuk. Legyen mondjuk ez a frankó pálya. Megnyertem most ezt a terepszínű quadot. Legalábbis annak nézem, ilyen kis dzsungelharcos quad. És nyomulandusz! Azaz! Ó, hát itt már, tapasztalt fokozaton játszok, úgyhogy már nem fognak hülyéskedni az ellenfelek. Keményen oda kell ám ülni a quadra. De szerintem egész jók így a nehézségi fokozatok közötti hézagok, nem olyan nagyok. Tehát ha valaki jól begyakorolja magát kezdőszinten, akkor ott később se lesz problémája mondjuk a tapasztaltakkal, vagy éppen a profikkal. Csak ki kell ismerni mindegyik pályát, amiből, hát amit látjátok, sajnos nincs túl sok. Nem lehet letölteni a játékhoz plusz pályákat se. Mondjuk ez hiba. Egy pályaszerkesztőnek minimum örültem volna, de hát végül is ezekkel is el lehet hülyéskedni. Látszik, hogy a játék készítése az csak a reklám funkcióra központosult, jószerivel. De érdekes módon nincs benne annyi hiba, mint vártam. Ja. De amit látjátok, mivel ez, megnyertük ezt a kis járművet, ez már jóval gyorsabb. És már azt megszokhattuk az előző videóban, hogy ilyen akrobata mutatványokat is be tudunk mutatni, és nem esünk le a quadról egyáltalán. Látjátok, milyen jó kis masszív jármű. És nem lehet összetörni a quadokat, egyiket se. Tehát végig tudod csinálni az egész játékot úgy, hogy semmi bajod nem lesz. A legnagyobb problémád az az lehet, hogy kikapsz. De nem lehet összetörni, mindegyik quad abszolút ütésálló, sebezhetetlen, akár csak te magad. No. Ojjaj, kielőzött az egyik. Hát úgy látom, neki van a zöld quadja a legfaszántosabb. Placs. Gyorsan utánuk, mert itt már nem babra megy a játék, ezek itt már nagyon profi ellenfelek. A legnehezebb fokozatban a sisakosban még bele se fogtam. De szerintem ott sincs semmi különbség, tehát ugyanazok a pályák vannak, egyedül az ellenfelek lesznek jóval tapasztaltabbak. Ez nem jelenti azt, hogy ők egyszer sem repülhetnek ki a pályából, ha nekik mész, ugyanúgy kiszállnak. Csak lehet, hogy éppen te is kiszállsz, és az nem volna jó, igaz-e? Na, nézzünk most egy bajnokságot. Hogy zajlik ez? Na, már megnyertem. Elmegyünk ugye quad törni, hát itt még nem nyertem meg semmit, és értelemszerűen először a bronzkupát kell megnyerni. Utána jött az ezüst és az arany, amik egyenlőre még le vannak lakatolva. Hát kezdjük el a bronzkupát. Ez a legegyszerűbb pályákkal van. Értelemszerűen. Lássuk. És nyomulandósz! Ajj! Felültem erre a kis narancsága csatragányra. Hát, ha valami jó. A nagyobbak azok annyival jobbak, hogy ha nekimész egy ellenfélnek, akkor az könnyebben felborul, viszont a nagyobb az én szerintem nehezebben kormányozható. A kicsi az mozgékonyabb, viszont sokkal borulékonyabb. Tehát valami különbség azért van a quadok között. Na, most már megnyertük mindegyik kupát. Lássuk az aranyat. Azt még nem csináltam végig. Amint látjátok, itt már megnyertem a frankó kis bika zöld quadot. Ez a legeslegjobb. Tehát már összegyűlt 8000 kreditpontom. Már letettem a sikeres írásbeli vizsgát. Úgyhogy itt már a legeslegjobb quaddal döngethetünk. Nézzük, milyen, amikor megnyerjük a bajnokságot az utolsó pálya után. A győztes! Engem nem így hívnak, Hékás. Ezt ki se tudom mondani. KFX 700. Hát igen, egy apró kis külcsíny hibája a játéknak, hogy nem tudod beírni a neved. Úgyhogy a nyerésnél a quadnak a nevét írja ki.
Végül is jogos, a quad az ő nyeri meg a versenyt, én csak úgy ülök a tetején és el vagyok. Teljesen jogos. Quadnak a dicsőség. Na, de mutassuk meg az embereknek ezt a ghost traininget, tehát a kísértett gyakorlást. Új, a pályák itt is ugyanazok. Ez továbbra is keveslem ezt a 9 párt. Na hát én itt a ghost trainingnél valami olyasmit képzeltem el, hogy valamelyik korábban balesetet szenvedett kvadozó bosszúálló szelleme fog engem hajkurászni a pályákon. Hogy megbosszulja a halálát, amiért kilöktem. Hát ehhez képest így az első körben semmi érdekes nem volt. Tehát így a kísértett gyakorlásnál nincsenek ellenfelek, csak te magad vagy. Új, és itt van a kísértet! Itt vagyok, én magam! Eljött értem a bosszúálló szellem. Hát itt most sajnos nem látni, de a kísértet az amúgy villog egyfolytában. Na, tehát ennek az a lényege, hogy itt magad tesztelted le magad, javíthatod a köreidet, és a kísértett figura az a legutolsó körödet szimbolizálja. És mint mondtam, a quadok abszolút törhetetlenek. Tehát bárminek neki mehetsz, ahogy van. Nem számít, hogy mekkorát csattan. Át lehet itt is menni a bokkerokon. Big quads over the road. És szerintem ez a pasas itt műanyagból van a quadnak a tetején, mert nézzétek, meg se rezdül, ahogy akárhogy is hánykolódik, meg dobálja a quad magát ezen a nehéz terepen, meg se rezdül. Itt meg egyenesen fejem fogok csúszni a pályán. És megyek, haladok előre fejcsúszás közbe. Ezt még a legnagyobb vagányok se tudják megcsinálni. És az egyetlen valódi hibája a játéknak, gyerekek, az az, hogy nem tudtok tolatni. Nincs tolatás a játékba. Tehát, hogyha egy lejtős talajonti beszorultok mondjuk egy kerítés mellé, ami mellesleg ilyen A4-es papír vékony, akkor meg vagy lőve. Ennyi! Na, értékeljük a Kawasaki Quad Bikes-ot, hogy értékeljük? Mit mondjak, ez a játék tényleg csak arra célra készült, voltak éppen, hogy ilyen reklámanyag a Kawasaki cégnek, mert versenyezgetni éppen lehet vele, csak hát egy kis igénytelen a játék. Addig versenyezgethetsz, amíg jól esik, szaporítod a kreditjeidet, minden egyetemista megirigyelhetni azt a töménytel mennyiségű kreditpontot, amit fölhalmozol magadnak, annyit versenyezhetsz, de semmi igazi nem történik. Akkor se, hogyha végigcsinálod a bajnokságot, nincsenek filmbetétek kupa átadásról, ünnepségről, valami ilyesmiről, nagyon kevés a választható quad, hát 4 darab. Egy 90-es évekbeli játékban még ott is többfajta választható autó volt. Miért van itt csak 4 darab? Jó, ez tök jó ötlet mondjuk, hogy csak akkor választhatsz bizonyos autókat, hogyha megnyertél néhány versenyt. Na de ez akkor is kevés. És miért nem lehet tolatni? Közepes. A grafikával semmi baj nem volt. Egyébként is menet közben valószínűleg nem a tájat fogjuk figyelni, hogy milyen gyönyörűséges. Sokkal inkább az, hogy a mögöttünk lévő emberke az éppen hol jár. Nem toszogatja a quadunk sarkát, mondjuk annyira emiatt nem kell aggódni, mert ugye nem törhetők össze a járművek, semmiféleképpen, de grafikával úgy nincs bajom. Ja. A zene az, mint mondtam, az annyira katasztrofálisan rossz volt, hogy kénytelen voltam saját hangokkal lecserélni, uram bocsá, úgyhogy nem hallottátok a játékban az eredeti zeneszámokat, jobb is szerintem. Viszont ez egy jó lehetőség, hogy kicsit konvertálgatsz, akkor bepakolhatsz bármilyen zenét a játék alá, ami neked tetszik. Kezelhetőség az megint nem probléma. Kapsz teljes gombleírást, könnyű irányítani, adogatod folyamatosan a gázt, szépen pumpálod, és hogyha élesen akarsz kanyarodni, akkor elengeded a gázt értelemszerűen. Szerintem ezt mindenki meg tudja jegyezni. Végeredményben azt szeretném mondani, hogy el lehet ezzel a játékkal játszogatni. Nem volt negatív élmény számomra. Ha valaki szereti a kvadozást, és éppen rossz az idő, ők valószínűleg örömüket fogják lelni a játékban.